Ez a film lesz a legnagyobb mozis bunyó, mióta Batman összecsapott Supermannel, ugyanis úgy tűnik, hogy Godzilla és Kong végre ismét kiássák a csatabárdot a Godzilla vs. Kongban. De ha bármit is megtanultunk a Batman Superman ellenből, meg a többi olyan filmből, melyekben hősök csaptak össze hősökkel, az az, hogy ezek a sztorik általában úgy végződnek, hogy a szemben álló felek félreteszik a nézeteltéréseiket, hogy együtt nyomjanak le egy közös ellenséget. Ebben az esetben Godzilla és Kong vajon összeállnak-e azért, hogy megküzdjenek meg a godzilla vagy esetleg meg a a rajongók közül sokan így vélik, és ezt a feltételezést nem kevés dolog támasztja alá, többek között néhány figyelemreméltó pillanat a film első tréleréből. Az alábbiakban kifejtjük, hogy miért lehet Godzilla és King Kong nagy összecsapása csupán bemelegítés az igazi harc előtt. A Godzilla Kong ellen valójában már a negyedik film a két monster közös univerzumában, amely a 2014-es Godzilla ribúttal vette kezdetét. A szörny univerzumként emlegetett sorozatban az emberiséget egyfolytában titán névre hallgató gigantikus szörnyek fenyegetik, és Godzilla a természet immunrendszereként időről időre felébred álmából, hogy leverje ezeket a titánokat és megakadályozza őket abban, hogy a földünket lerohanják. Habár van néhány olyan karakter, aki több filmben is feltűnik, valójában a Monarch tudományos szervezete az, amely összeköti ezt a nagyobb univerzumot. A monarkot a második világháború után hozták létre, hogy ezeket a titánokat tanulmányozzák, no meg, hogy a létezésüket titkolják a publikum előtt. Ez az a szervezet, amely a 2017-es Kong-Koponya sziget eseményeit beindítja, és a Godzilla-Kong ellenben is fontos szerepet játszik majd, mi több, lehet, hogy ők felelnek majd a végső ütközet kialakulásáért is. A Szörnyek királya feliratai végén látható jelenet is erre utal. Ebben a jelenetben azt láthatjuk, hogy Ellen Jonah, a Charles-Dens által alakított ökoterrorista, odalép King Idora hullájához ezzel arra utal hogy a csapatával tanulmányozni készül, vagy akár fegyverre átalakítani Godzilla nagy erejű nemezisének maradványait. Ez egy olyan történetszál lehet, melyet a Godzilla Kong ellenben kifejthetnek majd. A Godzilla franchise már megélt néhány újraindulást az évek során, de minden esetben volt egy visszatérő elem, azaz, hogy a szörnyek királya egy idő után kénytelen volt gigantikus robotokkal hadakozni. Godzilla és Mechagodzilla Godzilla az 1974-es Godzilla a Mechagodzilla Godzilla ellen című filmmel kezdődött, amiben Mechagodzilla egy földön kívüli fegyver volt, amit űrtitámból építettek, és teremtői azért küldték ide hozzánk, hogy leigázza a Földet. Később Mechagodzilla-t inkább már egy általunk gyártott robotként apostrofálták, aminek az volt a feladata, hogy megvédje minket godzilla -tól. Az épp aktuális eredet történettől függetlenül a páncélzat tekintetében eléggé felpimpelt meg a Godzilla méltó ellenfélnek bizonyul, legalábbis egy darabig, mert mindig az a vége, hogy a fejét lekapják, ő maga meg szépen felrobban. Mek a King Ghidorah is régóta szereti püfölgetni Godzillát, kezdve ezt az 1991-es Godzilla vs. King Ghidorával. Abban a filmben a jövőben élő emberiség feléleszti King Ghidorát, és technológiai szempontból rendesen bedrótozza őt. Igen, Godzilla nemezise ezúttal is az emberiség védelmére kell, ahelyett, hogy jó szokásához híven az elpusztítására törjön. Bármennyire is rá vagyunk gyógyulva arra, hogy lássuk, ahogy Godzilla és Kong örre mennek egymással, abban erősen kételkedünk, hogy az egész film erről szól majd. Hisz végtére is mindketten hősöknek számítanak, annak ellenére, hogy Kong sztori általában tragédiába torkollik. Előbb vagy utóbb ezek a szörnyek rá fognak jönni, hogy nem kére egymással hadakozniuk, és ekkor jön majd be a képbe a film igazi főgenyája. Ahogy azt már említettük, a szörnyek királya feliratok utáni jelenete azt sejteti, hogy a Monark Kingidora maradványaiból egy borzalmas új fegyvert gyárt majd. És ez a fegyver talán egy pill mintha fel is tűnne a Godzilla Kong ellen első előzetesében. Azok a vörösen izzó szemek minden bizonyal valami mechaóriáshoz tartoznak, nem? A trailer egy másik pontján feltűnik egy monitor képernyője, ami mintha egy robotizált titán tervrajzát mutatná. Kis túlzással még az se kizárható, hogy valójában meg a Godzilla rohangászik körbe és tapossa szét a városokat Godzilla ruháját magára öltve, és ezért van mindenki kibukva a gyíkóriásra. Vagy még inkább arról lehet szó, hogy miután az elmúlt években jó néhány szörnyeteg ámokfutást rendezett a világban, a monárk tudósai mindent megtesznek annak érdekében, hogy egy olyan fegyvert hozzanak létre, amely képes megállítani Godzillát és az összes többi titánt. King Ghidorah. Maradványait és a lehető legmodernebb technológiát felhasználva a monárk egy olyan szörnyeteget ereszthet szabadon, amely nagyobb fenyegetést jelent, mint mindaz, amit megpróbál megállítani. Hogy ez a fenyegetés meg a Godzilla, vagy Mekakingidora, vagy mindkettő, az ebből a szempontból mindegy. Igazából meg tudjuk őket érteni, hisz senki se akar egész életében attól rettegni, hogy egy gigantikus hüllő mikor tapossál a kertjében a virágokat, de mint a szifi műfajában sokszor, lehet, hogy megint az lesz az emberiség bűne, hogy alábecsüli a saját krámányát. A szörnyek királyából kiderült, hogy King Ghidorah egy ősi idegen, amely terraformálni akarja a bolygókat. Mi van akkor, ha Mecha King Ghidorah megőrizte az emlékeit, és ezek feléledésével nagyobb fenyegetésé válik, mint Godzilla és Kong együttvéve? Ennek fényében a két címszereplő csetepatéja Bakfitnek tűnhet. És itt vannak ezek a filmhez készült Funko Pop figurák, melyek godzilla és Kongot ábrázolják. Köztük egy olyannal, amelyiken Kongnak vörös szemei vannak. Lehet, hogy csak egy kis vizére lenne szüksége, vagy ez lenne itt Mecha Kong? Volt már ilyen a film történelemben, akit ráadásul Mechani Kongnak hívtak. És ez a név mennyivel menőbb már, mint a Mecha Kong? Hát, semennyivel. Ezért gondoljuk át azt, hogy még nem is láttuk igazán a Godzilla Kong ellen főgenyáját. Ti hogy vélekedtek a kérdésben? Elő a kommentekkel és ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel ránk. Hamarosan újra találkozunk. Addig is sziasztok!